Mert Kismari Bocskai Györgyről nem rendelkezünk sok információval, és a magyar történelem menetébe se szólt bele komolyabban, azonban élete jól szemlélteti egy középnemes vívódását, a Horta és a Habsburg udvar között a magyar történelem talán egyik legvilágosabb szakaszában. Ezért is tartottam érdemesnek arra, hogy egy videót készítsek róla. Súlyog Balázs, aki eredetileg Szapolyai János pártját fogta, 1541-ben átállt első Habsburg Ferdinánd híveinek sorába, s őt erősítette lányai házasságkötésekor is. Bocskai György az 1540-es évek második felében elvette Súlyog Krisztinát, a későbbi fejedelem édesanyját. Így ő is csatlakozott a Habsburg párthoz. Házassága révén egyébként sógora volt az egrégyősnek, Dobó Istvánnak, valamint Balassa Jánosnak is, akik fontos szerepet játszottak 1553-ban, amikor Erdély újraegyesült a Magyar Királyság Habsburg kézen maradt területével. Ebből Bocskai is kivette a részét, ugyanis amikor Ferdinánd kinevezte Dobó Istvánt erdélyi vajdának, akkor Bocskai is vele tartott. Az első Tamaszp, Perzsa Sah ellen vívott háború befejezése után első Szulejmán szultán katonai lépéseket tett. Ezzel jelezve Ferdinándnak és híveinek, hogy amennyiben nem hagyja el Erdélyt, frontális támadást fog indítani, amelynek a Habsburg párti csapatok nem biztos, hogy ellen tudnak állni. Ferdinánd és tanácsadói átgondolták Erdély megtarthatóságának esélyét, és végül annak feladása mellett döntöttek. Ennek ellenére Dobó fegyveres erőben lépett fel a már nyíltan János Zsigmond mellett kiálló erdélyi rendek ellen, akiknek már szultáni segélycsapatok is a rendelkezésükre álltak. Az országgyűlés ennek következtében ketté szakadt. Bocskai György ennek ellenére is kitartott Ferdinánd király pártján. Szabad elvonulás fejében sógorával az egri hőssel együtt, azzal a feltétellel, hogy csak is saját maguk kolmiait vihetik magukkal, elhagyták Szamosújvárt. Azonban Kolozsváron átvizsgálták szekereiket, ahol néhány Szamosújváról származó puskát találtak. Ennek következtében Bocskait és családját börtönbe vetették. Ezt a jelentet később fia is szerette hangsúlyozni. Szabadulása után valószínűleg birtokaira húzódott. Bocskait 1567-ben ismét Erdélyben találjuk. Sógoraival állítólag újabb összeesküvés szőttek, amely immáron a Habsburgok ellen irányult, és Erdély elszakadását szorgalmazta Szapolyai János Zsigmond uralma alatt. Emiatt Dobójék ellen hűtlenségi per indult. A tárgyalás során az egyik legfőbb bátpont Bocskaival való levelezésük volt. A fogságból Balassa még Lengyelországba tudott szökni, de Dobó csak halála előtt szabadult. Maga Bocskai György Erdélybe menekült az igazságszolgáltatástól. A bécsi udvarban hagyta azonban fiát, így teljesen a Habsburg udvarral sem szakadtak meg kapcsolatai. Egy évvel rokonai rehabilitálása előtt 1570-ben meghalt.